Jó estét kívánok! Rólam köztudott, hogy én Budapesten BMW-vel közlekedem. Megengedhetem magamnak, BMW-vel közlekedek. Busz, metró, villamos. És egyik alkalommal a metrón ádigálok, fülembe fülhallgató, nem szól benne semmi. Én rádiót szoktam hallgatni, de ez rend nem szól. Így aztán azt hitték, nem hallom, amikor egy hölgy odaszólt egy úrhoz, hogy te nézd már ezt a pasit, ez úgy hasonlít egy színészre. Pasi megpróbált, így meg... Aha, a Forgács Gáborra. Tényleg, mi lehet azzal? Él az még? Nem ábrándítottam ki. Igen, és itt vagyok. De volt olyan is, hogy ültem a metrón, velem szemben leült egy hölgy, szemébe láttam, hogy valami dereng. Ki lehet ez? Aztán azt is láttam a szemébe, hogy most már megvan, ez valami celeb, vagy valami, de ki ez? Egyszer csak a bemond. A Forgács utca követ. Így ugrott be. Hája. Jó, tény, ami tény, egy kicsit ez a 70 év, hát azért látszik, szóval kicsit elalaktalanodtam, ezt be kell, hogy lássam, de még így is egy 10-es nyugodtan letagadhatnék, ugye? Igaz, hogy csak percben. De hát az is valami. Tény, ami tény, én szerettem volna egy kis visszatekintést nyújtani az én 45 évemről, és ez úgy érzem, hogy bele is fért volna egy 7,5-8 órába. De hát a szerkesztő, a rendező meg a Beleznei azt mondta, hogy nem. Én mondva csinált indokokkal egyébként. Mindegy, hát 10 perc. Hát 10 perc, mi fér? 72-ben jelentkeztem a Ki mit tudra, Jódliszta. Hát ugye, ezt ma már nem tudják, de hát a Ki mit tud volt az akkori Riesling Star, meg X-Faktor, meg Got Talent, meg virtuózók, és sorolhatnám, az az egy volt, kész. Azt nézte mindenki, 8,5 milliós nézettség. Nem véletlen, ugye? Mert ha már megvettük, akkor nézzük az Anya Úristenit, neki. Televíziót. Meg hadd lássak a többiek, hogy már nekünk is van. És akkor ott villogott a kék az ablakba. Szóval tény, hogy nagyon nézték, és hát akkor én ottan, mint jódlis, így kezdtem a pályát, ilyen furcsa hangok törtek ki a torkomból, hogy ilyenek. És akkor, ha mentem az utcán, akkor nagyon népszerű voltam, valahogy így, hogy nézd ma, ez nem a jódlis. Jó, kicsit ilyen pejoratívan, lévén, hogy a jódli azért nem volt a nagy divat nálunk soha. A legtöbb ember úgy képzel, hogy a jódlihoz hatalmas alpesi legelők kellenek, nagy marhákkal. Hát nálunk ilyen legelők nincsenek. Én nem mondtam semmit. De tény, ami tény, nem nálunk divat a jódli, hanem Ausztriában, Svájcban, Alsó-Bajorországban, Tirolban, de azt már kevesen tudják, hogy bármi hihetetlen. A jódlit nem éneklési stílusnak, hanem egyfajta kommunikációs eszköznek találták fel. Ugye, amikor még nem voltak mobiltelefonok, sőt, semmilyen telefon nem volt, akkor remekül lehetett távdumcsizni, csak meg kellett állapodni abban, hogy melyik trilla mit jelent. Mutatok egy példát. Mondjuk az egyik hegycsúcsra kiállt egy gyönyörű, virágzó, szépségű fiatal leány. A másik völgybe kiállt egy gyönyörű, ott nem érdekes, szóval egy férfi. És tudtak beszélgetni. Mondjuk, hogy a férfi azt mondta, hogy mire a kislány. Erre a férfi. Mire a kislány. Disznó! Na, ők tudták, hogy mit jelent. Ugye? Egy külföldi számára ez egyszerűen értelmezhetetlen volt, ez az éneklési stílus. Hát nagyjából úgy, mintha mondjuk itt Magyarországon lát valaki, mondjuk egy külföldi, egy 80 éves nénit, aki kiáll egy népzenei műsorban, aztán valahogy így énekel, hogy Haukos, pokos, meg a skándék, nem kell neki megvagyni, mert az egy vagy, Hát, ebből a virágnyelvből egy külföldi nem sokat ért, ugye? Még akkor sem a perfekt magyar. De akit ma hagyd dicsekedjek, hogy azért velem is előfordult olyan, hogy írtam szép dalokat. Pontosabban átírtam
szép dalokat. Ha megengedik, akkor egyet megmutatnék. Édesanyámnak írtam egy dalt, pontosabban átírtam egy dalt. Az én édesanyám, drága édesanyám, az én édesanyám, drága édesanyám, az én édesanyám, drága édesanyám, az én édesanyám, drága édesanyám. Na most! Átírtam én egy dalt az édesapámról is. Hát jó, akkor nem éneklem. De írtam verseket is. Ez alatt a rövid pályafutásom alatt szépeket írtam. Most ezt komolyan mondom, ez nem vicc. Például van egy ilyen versem, hogy azt mondta egy kicsiny ámor, de szép srác a Forgács Gábor. Írtam nemzetközi verset is, mert most már olyan van, ugye most már az angol a világnyelv, tehát egy kicsit angolt, kicsit magyart, hogy mindenki értse. Így szól a vers. Egy angol mondta, I remember, Forgács Gábor, de szép ember. Ugye, hogy ez is? Sok mindennel megpróbálkoztam egyébként az évek folyamán. Ha hiszik, ha nem, például szerettem volna mesét mondani a gyerekeknek a rádióban. Volt ilyen, hogy mesemondás, ezt komolyan. Jelentkeztem, mondták, hogy semmi akadály, hozzak egy friss, mai, modern mesét, és ha jó, akkor bevesznek. Vittem egy mesét, így szólt, azt mondja, jó éjszakát, gyerekek. Remélem, ágyban vagytok már. Ma este egy idős néniről fogok nektek mesélni. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy idős néni, aki késő este, hogy hamarébb érjen haza, a temetőn vágott kereszt. Mendegélte néni, s körülbelül a temető közepére érhetett, amikor elütötte az óra az éjfelet. És akkor a néni előtt megállt a szellem. A szellem nem volt se szebb, se csúnyább, mint úgy általában a szellemek, és csak így állt. És ekkor a néni reá emelte évektől megtört kék szemét, s halkan felsóhajtott. Hát ez volt a mese. És ezt nem engedték.